Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. A kovásztalan kenyerének ünnepének első napján, amikor a húsvéti bárányt föláldozzák, tanítványai megkérdezték Jézust: mit akarsz, hová menjünk, hogy elkészítsük számodra a húsvéti vacsorát? Erre elküldte két tanítványát ezekkel a szavakkal: menjetek a városba, találkoztok ott egy emberrel, aki vizes korsót visz. Kövessétek őt, azután ahová bemegy, ott mondjátok meg a házigazdának: a mester kérdezi, hol van az a szállás, ahol a húsvéti vacsorát tanítványaimmal elfogyaszthatom. Ő mutat majd nektek egy étkezésre berendezett tágas emeleti termet. Ott készítsétek el nekünk. A tanítványok elmentek, s a városba érve mindent úgy találtak, ahogy megmondta, és elkészítették a húsvéti vacsorát. Vacsora közben kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és ezekkel a szavakkal adta nekik: vegyétek, ez az én testem. Majd fogta a kelyhet, hálát adott, oda nyújtotta nekik, és mindannyian ittak belőle. Ő pedig így szólt: ez az én vérem, a szövetségé, amely sokakért kiontatik. Bizony, mondom nektek, nem iszom többé a szőlő terméséből addig a napig, amíg az újat nem iszom Isten országában. Ezután zsoltárt énekelve kimentek az olajfák hegyére. Ezek az evangélium igéi. Nagyon érdekes ennek a történetnek az első része is, szinte olyan, mint egy krimi, ahogyan egymás után jönnek a szempontok: menjetek el a városba, találkoztok két emberrel, mondjátok meg neki, ő majd mond egy helyet, menjetek el oda. Van ebben valami lenyűgöző életbe ágyazottság, hogy valami nagyon konkrétság, valami nagyon elevenség, valami nagyon természetesség és életszerűség. És ezért az Eucharisztiáról a mai ünnepen ebben a megközelítésben szeretnék elmélkedni. Vagyis ez azt jelenti, így is mondhatnám összesűrítve, hogy az Istennel való kapcsolat abban a jellegzetességében, hogy itt és most és velem. Hogy az Eucharisztia kifejezi az Istennel való kapcsolatunknak ezt a minőségét is, hogy nagyon konkrét és nagyon személyes, itt és most és velem. És ez ugye mennyire más jellegzetességeket mutat, mint amikor mondjuk egy kutató megállít bennünket az utcán, és megkérdezi: hisz ön Istenben? És akkor elgondolkozunk, azt mondjuk, hát ez az univerzum talán nem véletlenül van, hiszek. Ez egy egész más minőség, amikor valami, most így mondanám tudatosan, de kissé egyoldalúan, hogy amikor valami elméleti állásfoglalásról kérdeznek bennünket, mint amikor kapunk egy meghívást: itt és most veled szeretnék étkezni. Azért ez egy másik, nem is hogy minőség, egy másik jellegzetesség az Istenhez fűződő viszonyunknak. Tehát akkor erről lenne szó 12 pont. Mégpedig, ha már a mai evangélium is ebben a nagyon életszerű konkrétságban tárja föl Isten és ember viszonyát, maradnék ebben a nagyon szinte szó szerinti konkrétságban. Vagyis, hogy mi mindent szoktunk mondani akkor, amikor meghívnak minket egy vacsorára. 12 pont arról, hogy szoktuk azt mondani, hogy nem.
De természetesen szó se lehet róla, hogy itt ragadnék le. Mindegyik ponttán szeretném azt mondani, és milyen, amikor meghívnak egy vacsorára, és azt mondjuk, hogy igen. Erről lenne akkor szó, az első gondolat, meghívnak bennünket egy vacsorára, hogy itt és itt, ezekkel és ezekkel, ezen a helyen. És mi azt mondjuk, hogy jaj, sajnos az nem alkalmas nekem. Hát van más programom. Hát mi egy olyan korban élünk, az embernek van egy naptárja, és hát ezért akármikor nem alkalmas. Hát akármikor, meg akárhol se, meg akárkivel se, de most igazából tulajdonképpen nem is kell messzire menni, mert akármikor sajnos nem alkalmas. Hát egyszerűen most nem alkalmas. És nem, de az életünknek kikerülhetetlenül van egy itt és most jellege. Mondhatjuk azt, hogy a naptárunk alapján élünk és tervezünk, és ugye szinte mindig erről beszélünk. Hosszú távúság, életen vagy halálon túlmutató életcélok, üdvösség és a többi. De a mai ünnep fölhívja a figyelmünket arra, hogy az Istennel való kapcsolatunknak is itt van ez a kikerülhetetlen konkrétsága, itt és most és veled. És eszembe jutott csak egy tegnapi élményem, ez egy szösszenet ez, hogy komposztam, és hogy mentem át a Dunán, akkor a fiatal ember, aki adta nekem a jegyet, visszaadott nekem, és 1000 forinttal többet adott. Hát jó, hogy visszaadtam neki, nem ez a történet veleje, hanem hogy egy pillanat alatt az ember egy olyan helyzetbe kerül, hogy most... Az első gondolata, biztos jól számoltak, biztos én nem számoltam jól, ez csak több. Na, akkor azt sem tudom, hol jár már ott a kompon, jó, hát nagyon messze nem mehet. És akkor menni, akkor nézzétek el ezt az egyszerű történetet, de egy pillanat alatt kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy előtte való pillanatban nem terveztük, nem gondoltuk, hogy az lesz. És ez az Istennel való kapcsolatunkra is érvényes. Például nem csak olyan kísértések léteznek, amit az ember éveken keresztül is akkor na, hanem olyan is, hogy kettőt pislogok, és már benne is vagyok. Hogy kerültem ebbe a helyzetbe? Sőt, hány és olyan helyzet van, hogy utólag jövök rá, hogy nem így kellett volna csinálni. Mert az itt és most konkrétságát az életnek ott és akkor nem is ismertem föl. És csak később eszmélek erre rá. Be akarom fejezni ezt a pontot, hogy ne legyen nagyon hosszú, csak remélem nem botránkoztok meg, de ebben a formában szabad róla beszélni. Nem egyszer a bűnbánat tartás kapcsán szoktam tőletek hallani, hogy valami ilyesmi mondat hangzik el. Elhalasztottam a vasárnapi misét. Szerintem egy vasárnapi misét nem lehet elhalasztani. Szerintem nem az a műfaj. Hát ezt az úrnapi szent misét nem lehet elhalasztani. Vagy itt vagyok, vagy nem vagyok itt. Vagy elmentem valahova, vagy nem mentem el sehova. Nem lehet halasztani. Hogy éppenséggel az euharisztia ünneplés, a szent mise jól mutatja az Istenhez fűződő viszonyunknak ezt a konkrétságát, az itt és most és személyes jellegét. Nem lehet elhalasztani. Most nézzétek el nekem, hogy ezt így mondom, de hát az utolsó vacsorán valaki vagy ott volt, vagy nem. Vagy végig ott volt, vagy valamikor távozott. Az utolsó vacsorát nem lehetett elhalasztani, mert az volt az utolsó vacsora. Ott és akkor ő velük. Na ez az első gondolat. Az Istenhez fűződő viszonyunknak ez az itt és most személyesen konkrét jellege. A második gondolat, meghívnak bennünket vacsorára, elmondják a menüt, azt mondják, ne haragudj, én allergiás vagyok rá. Na, jól hangzik, csak én azt nem bírom, tudod? És itt ez egy komoly téma. Mit jelent az, hogy valaki valamire allergiás? Azt jelenti, hogy egy nagyon fölfokozott érzékeny reakciót adunk. Vannak valláskárosult testvéreink. És amikor valaki valláskárosult, és Isten itt és most is a maga konkrétságában valahogy meghív, vannak olyanok köztünk, akiknek összeszorul a gyomra. Azért, mert az élet utat során valamikor éppen az élet itt és most konkrétságában átéltél valami nem jó élményt.
ami kötődik a templomhoz, valaki hívőhöz, egy paphoz, bármi ez, ami itt a konkrétságban előáll. És te lehetsz egy valláskárosult, és lehetsz érzékeny, és sokan vannak, akik éppen ebből a szempontból Isten azt mondja, itt és most és veled, és ő neki először a saját sebén keresztül volna szükséges tudnia azt mondani, hogy megyek. Hogy nem az első az öröm, meg a megtisztelő, meg jaj, de szívesen, vagy hát jó vacsora, hanem, hogy... Ezért a második gondolat, hogy nagyon is van olyan, hogy valakinek először a gyomra összeugrik, és nem pedig elkezd korogni. És hogy mekkora jelentősége van annak, hogy úgy alakítsuk az Istennel való kapcsolatunkat, amire azt lehet mondani, hogy mások és magunk számára is a szó legjobb értelmében egészséges. Hogy az egy egészséges Isten kapcsolat. Nem megbetegítő Isten kapcsolat. Nem betegít meg engem az efféle viszony, és nem betegíti meg a másikat az én nem egészséges Istenhez fűződő viszonyom, mert ez lehetséges. Tehát akkor a második, hogy olyan értelemben egészségeset főzni, hogy ez egészséges legyen. Meghallja valaki, hogy erre kapott meghívást, akkor azt tudja mondani, ó, hát az aztán egészséges, a nyár összefutott a számmal. Ez a második, az egészséges Istenhez fűződő viszony. A harmadik, de a másodiknak csak a záró szempontja, ugye tudjátok, hogy a katolikus teológiában az euharisztiát nem egyszer nevezték orvosságnak, gyógyszernek, ami segíti azt, Isten és az ember közti kapcsolat egészséges legyen. A harmadik szempont így szól, akkor valaki azt mondja, hogy ne haragudj, de nincs hozzá kedvem. Na, megtisztelő, meg szép, de éppen most nincsen hozzá kedvem. És mi az, ami miatt sokaknak nem egyszer nincs hozzá kedve? Nem csak mondjuk az úri gusztusa miatt, hanem például azért, mert van olyan értelemben élményünk szüleinkről, nagyszüleinkről, másokról, bármiféle tapasztalatunk, és az van bennünk, hogy hát ha az egy olyan, akkor abból nem kérek. De valahogy úgy, mint hogy meghívnak bennünket egy pörköltre, és neked van élményed arról, hogy ú, azt a zsírosan csinálták. Nem tudom, miért nálunk zsírosan csinálták. De pörköltre... Vagy jó legyen palacsinta. De olyan vastag a tésztája. Egészségedre. Ez a... Nem tudom, most a pörkölt volt-e, vagy a palacsinta. De... Kis allergia talán. Szóval a harmadik, hogy azt mondjuk, hogy de nincs hozzá kedvem. És mi a pozitív kimenetel, amikor úgy fordul át ez bennem, hogy lehet, hogy valakiknél az az Isten kapcsolat kicsit túl zsíros volt. A másikoknál meg túl sovány volt. A harmadikoknál nagyon ízetlen volt. A negyedikeknél nagyon keserű volt. Ott pedig nagyon... De én főzhetem másképpen. Nem tudom, rácsodálkoztatok-e arra, hogy Jézus elküldte a tanítványokat, és azt az utolsó vacsorát a tanítványok főzték. Ezért, amikor kapunk egy meghívást, gyere el, itt és most velem, együtt, hogy akkor abban az is benne van, hogy én is főzöm. És tud olyan lenni, hogy arra azt mondhassam, hogy így igen. Ez tehát a harmadik. A negyedik, mikor valaki azt mondja, hogy hát nem tudom, ez a hely nekem ismeretlen. Vagy ez az étel nekem ismeretlen. Ez nekem olyan idegen. Olyan idegen és ismeretlen. És... Kétségkívül van olyan, biztos vagytok ti is néhányan úgy, hogy mikor elmentek külföldre, akkor azt mondjátok, kipróbálom a helyi specialitásokat. Egészen kimondhatatlan dolgokat is megeszünk.
Van egy másik csoport, azt mondja, hogy valami olyan rántott húszszerű van, és akkor pörköltszerű van, mert az a biztos. És az Istennel való kapcsolatunknak ez az itt és most konkrétsága, hogy Isten néha azt mondja, tudod mit? Most valami újat. Ez nem az a megszokott íz. Ezt nem szoktad meg. Jöhet belőle egy adag. Tehát a negyedik, hogy amikor képesek vagyunk fölülbúlni a megszokottat, azt, amire azt mondtuk, hogy a jó megszokott, annak tudjuk az ízét, az biztos, hogy be fog nekünk jönni. Ötödik gondolat, azt mondjuk, jaj, köszönöm szépen a meghívást, ez a menü, sajnos nem hízlal. Nem, hát nagyon vigyáznom kell az alakomra. Mire gondolok itt? Hogy egyszer csak megjelenik, így mondhatnám ezt, egy meghívás kapcsán egy nem lényegi szempont. Amikor meghívnak bennünket egy lakodalomba, azért nem, de valahogy úgy van az ünnepléskor, hogy lehet, hogy sok napig vigyáztunk arra, hogy hogy nézünk ki. Na de ez egy lakodalom. Hát azért a lagziba csak nem az ásványvizet bubi nélkül. Hát lagzi. Hogy milyen felszabadító az, hogy azt tudjuk mondani, hogy Jézus meghívására itt és most és személyesen velem, és hogy akkor háttérbe tudunk helyezni egyébként fontos szempontokat. Hogy meg tudjuk különböztetni, hogy mi fontos, és mi a lényeg. Hogy kétségkívül fontos, hogy ez itt rendben legyen. De a lényeg, hogy most ünneplünk. Következő gondolat, mikor azt mondja valaki, hogy jaj, köszönöm szépen a meghívást, ide és ez lesz a menü, ne haragudj, ez nem az én ízlésem. Tényleg van, akinek ez bejön, de hát ez távol van az én ízlésemtől. Eszembe jut újból és újból egy történet. Arról, hogy az Isten kapcsolatnak van valami gyönyörűsége, valami szépsége, és sokan vannak, akik az Isten kapcsolatra úgy tekintenek, mint valami tápláló dologra. Az táplál, és segít, és megerősít, és gyógyít. Na de hát közben lehet finom is, és ízes, és gyönyörködtető, és jó illatú, és... Hát az ne... Arra nem mondhatnám, hogy az nem számít. És a történet, ha újból és újból eszembe jut, óvodába a katolikus óvoda volt, a mi atyánkot megtanította az óvónéni. És másnap, ugye a tudás atya, mégiscsak az ismétlés, kérdezi a gyerekeket, na most akkor megint elmondanánk a mi atyánkot. Mondjátok meg nekem, hogy szólítjuk benne Istent? Kétségkívül alá dolgozott a jó válasznak. Jelentkezett egy kislány, azt mondja, gyöngyöm. Gyönyörű, hogy Istennek azt mondhatjuk, hogy atyám. De szerintem az se hangzik rosszul, hogy gyöngyöm. Nem hangzik rosszul. És főleg egy kislány szájából nem hangzik rosszul. Hogy ezért milyen felszabadító, amikor a hitünknek van színe, van formája, van íze, van illata, és mások azt mondják, hogy mit főztök? Hogy egyszer kedvünk van odajönni, de még nem tudjuk pontosan milyen, de ma az illat oda vonz bennünket. Megyek tovább, ez már a hatodik volt, és 12 van. Azt mondja, hogy gyere, meghívlak téged, egy jó vacsora, ez a menü. Azt mondom, hogy ne haragudj, de oda nem megyek. Hát ha máshol lenne, mennék, de oda nem megyek. Valami miatt én oda nem megyek. És néhány nappal ezelőtt hallgattam egy beszélgetést, és a beszélgetésben egy világutazó a következőt mondta. Hát azt terveztem, hogy erre és erre a helyre elmegyek, és akkor ott töltök egy napot, majd megyek tovább. Ott voltam 3 hónapot.
Szóval, ugye, hát nem terveztem egyáltalán, de azért voltam ott 3 hónapot, mert valaki kedvesen meginvitáltok egy vacsorára, mert látták, hogy idegen vagyok, és ment le a nap. Akkor utána mondták, hogy itt a szállás, és utána az történt, hogy ez egy nagyon egyszerű és szegény család volt, és én azt tapasztaltam nap-nap után, hogy ami ételük van, azt ott megosztották egymással és velem. Hogy sosem hallottam őket arról beszélni, hogy most elfogyott az étel, és holnapra nincs, és ennek az idegennek is adtunk. Azt mondta, hogy ez számára egy olyan élmény volt, hogy úgy osztják meg vele a vacsorát, hogy másnapra nincs tartalék, de közben őt meghívják oda, és azt mondják, hogy egyél velünk. Azt mondta, hogy ő úgy tekint erre a helyre, mint második otthonára. Hogy milyen gyönyörűséges meghívás az, amikor egymást úgy hívjuk, mondjuk ide, hogy azt tudjuk ezzel üzenni, hogy itt jól fogunk veled bánni. De ezt szívesen fogunk téged látni. Hogy itt olyanokkal találkozhatsz, akikre számíthatsz. Olyanokkal, akik olyasmit is hajlandók lesznek neked odaadni, amiből lehet, hogy nekik is kevés van. Hogy ez egy ilyen társaság. Ha van kedved, gyere közénk. Ez volt a 7. 8. Meg vagyunk hívva, megkérdezzük, kik lesznek még ott? Elmondják, ja, velük nem. Hát velük nem. Tudjátok, ezt abban a formában szoktam hallani, ahogy azt mondja nekem valaki, hogy jaj, na jó, hát én templomban nem járok. Hívő vagyok, templomban nem járok, mert a szomszédasszony az jár. Na, én nekem nem kell templomba mennem, hogy olyan legyek, mint ő. Köszönöm, nekem az anélkül is megy. Mi a pozitív kimenetel, hogy arra gondolok és azt nézem, hogy szeretnék én egy becsületes, tisztességes bűnös lenni. Persze, hogy törekszünk arra, hogy igazak legyünk az életszentségre, ez rendben van. De kétség kívül az életszentségünknek része, hogy tisztességes, becsületes bűnösök akarunk lenni. Abban az értelemben, hogy a saját gyöngeségeinket merjük elismerni, a saját gyarlóságunkat, esendőségünket, hogy tudunk bocsánatot kérni, hogy jóvá tenni. Nem akarom ezt folytatni. Hogy kétség kívül nem azon az alapon jövünk össze, hogy mi vagyunk a krém. Hát magamról ezt biztos tudom mondani. Nem ezen az alapon vagyunk meghívva, hanem azon az alapon, hogy meghalljuk-e Istentől, hogy itt, és most, és veled. Ezen az alapon vagyunk. És ez az itt, és most, és veled, ez bennünket ér úgy, ahogy éppen vagyunk, és ez lehetőséget teremt számunkra, hogy tisztességesen és becsületesen legyünk bűnösök. Hogy azt tudjuk mondani, hogy Uram, irgalmasz. És ez úgy rendben van. Mondom a következőt, mikor azt mondjuk, hogy vacsora meghívás, nagyon szépen köszönöm, nem vagyok éhes. 2 hétig beszéltünk arról, szociális fájdalom, szociális élvezet. Például első pont, emlékeztek, így volt a státusz. Miért akar sok ember magas polcra kerülni? Miért esik jól neki, hogyha ő valaki lesz, és mások ezt elismerik, és akkor ezt mutatják és mondják? Miért? Azért, mert amikor mások úgy bánnak vele, hogy akkor az agyában termelődik egy kis dopamin, és az élvezetes. És amikor azt mondjuk, köszönöm, nem vagyok éhes, sokszor olyanok vagyunk, mint a gyerekek, akik egy jó vacsora előtt csokoládét habzsoltunk.
És elteltünk a státusszal, elteltünk a pénzzel, elteltünk az akármi csodával, hogy jön egy meghívás, hogy itt és most és veled, azt mondja, nem vagyok éhes. Hogy nem érhető el a szív mélyéből fakadó vágy, hanem inkább szaladunk a dopamin után, a függőségek után, a gyors kaja után. Ez nem egy gyors étkeztetés. Megyek tovább. De csak hogy mi a pozitívum? Föltárni a legmélyebb vágyunkat. Hogy beugrok csak gyorsan enni valamit, hogy akkor fölteszem magamnak a kérdést, hogy tulajdonképpen mit ennék szívem szerint. Hogy kiderül, hogy amit szívem szerint ennék, annak az elkészítése vásárlással együtt 4 óra. De az Istennel való kapcsolatban vannak ilyen helyzetek. Hogy tudom úgy gyorsan is csinálni, meg tudom úgy, hogy az 4 óra. Mert ahhoz, hogy az olyan legyen, ahhoz 4 óra kell. Következő gondolat, mikor ez a 10., azt mondjuk, hogy köszönöm szépen, már vacsoráztam. Hogy úgy egyébként szívesen, de most már pont vacsora után vagyok. Hát. Szívem szerint azt mondanám, hogy akkor ne magad miatt gyere, hanem hogy amit itt kapsz, az továbbad. Olyan gyönyörű az életnek a minősége, úgy, ahogyan azt Jézus föltárja számunkra. Azt mondja, mit van, amire azt mondod, hogy az enyém, amit ne kaptál volna. És hogy amit kaptál, azt add tovább, vagy oszd meg. És hogy ezért, amikor meg vagyunk hívva, mondhatjuk azt, hogy köszönöm, én már vacsoráztam. De másokért azért ide jöhetek. Hogy az itt és most és a velednek nem egyszer van egy olyan minősége, hogy az Isten adni akar nekem valamit, de nem miattam. Hogy nem nekem adja, hanem rajtam keresztül akarja adni. És ha én azt mondom, köszönöm, én már vacsoráztam, akkor félreértem azt, hogy Isten azt nem nekem akarja adni, hanem általam. És ezért az itt és most és veled mégiscsak nekem szól. Megyek tovább. A következő, ez a 11., mikor azt mondom, hogy igen, nagyon szépen köszönöm, de tulajdonképpen én másra vágyom. Hát nem erre köszönöm, a vacsora meghívás az nagyon jó, de olyan szép az, amikor túllátok azon a szempontom, hogy én most mire vágyok. És fölmerül a következő kérdés. Isten vajon mire vágyik? Hogy, hát ha azt mondom Istenről, hogy ő az én mennyei atyám, hát akkor nyugodtan föltehetem a kérdést, hogy az én mennyei atyámnak mi esne jól, hogy ő mire vágyna. És nem de érdekes, hogy az apák és az anyák, főleg ahogy telik, múlik az idő, főleg ha már unokák is vannak, nagyon gyakran, ha ott van egy egészséges, jó kapcsolat, mit szoktak mondani? Kicsim, hát én nekem már nem kell semmi, gyertek el! Ne hozzatok nekem semmit. Ne hozzatok semmit. Gyertek el. Csak szóljatok előtte, mert készülnöm kell rá. Mondja apa vagy anya. Tudj, tulajdonképpen, hát azért egy kicsit kicsit libabőrös lettem. Hogy apukám és anyukám azt mondja, hogy ne hozz semmit. Tehát gyere el, és legyetek itt. Ha lehet, ne rohanjatok majd nagyon. De tudod mit, ha rohanjatok, csak gyertek el. Jó, ez a következő. Nem akarom ezt is hosszabban. Tehát mi Isten vágya, amihez én tudok kapcsolódni. És végül a záró, az utolsó pontunk, ha valaki azt mondja, hogy itt és most is velem nem vagyok méltó. Hát én arra nem vagyok méltó. És olyan szép a felnőtt kereszteléskor,
Amikor kérdezzük a keresztelendőt, már ő válaszol, mit kérsz Isten egyházától? Szóval hitet. És akkor a kereszt szülőtől meg azt kérdezzük, méltónak tartod-e őt? És a kereszt szülők azt mondják, méltónak tartom. És kéne látnotok a keresztelendőt. Hát ha ez ezen múlik, meg remélem nem lesz baja. És szerintem ez jogos. Tehát ezt, hogy valaki azt mondja, méltó vagyok rá, hát elég önismereti deficittel kell rendelkezni hozzá. Szerintem ez nem az a vacsora meghívás, ami azon az alapon van, hogy a méltók jöjjenek. Mi az, ami mégiscsak lehetséges? Hogy valaki más azt mondja, szerintem jöjjön. És mi azt mondjuk, hát én... Tehát ő mondta, hogy jól tud esni nekünk, és egy picit háttérbe tudjuk tenni azt, hogy hát szerintem a méltóságon múlik, nem? De valaki azt mondta, hogy legyek én is itt. Azért az jól esik. Hogy hát ha nem csak a méltóságon múlik, akkor talán eljövök. És mit gondolok még ide? Hogy amikor megjelenik ez az itt, és most, és veled, ennek a konkrétsága és személyessége, akkor egyszer csak éppen arra csodálkozunk rá, hogy ez döntően és alapvetően nem ilyen kérdés, és méltó valaki, nem méltó valaki. De hogy nem is érdemes megrekednünk a méltatlanság tudatánál, hanem éppen rácsodálkozunk arról, hogy Isten nem föltétlenül ebben az összefüggésben hív meg bárkit is, hogy méltó vagy nem méltó, hanem sokkal inkább azon az alapon, hogy szeretnék veled lenni. Hogy veled együtt. Hogy veled együtt. És milyen gyönyörű ez a két szó, hogy a meghívás alapja együtt veled. És akkor innen még egy lépés, hogy egységben veled. És egynek lenni veled. Hogy Isten itt és most ebben a személyes konkrétságban kifejezi azt a vágyát, hogy itt és most együtt veled. És veletek.